Jó estét kívánok, a Beszélgetés Plusz vendége európai szakjogász, de jól ismeri a tengeren túli unió, azaz az Egyesült Államok alkotmányát is. Sőt, nem csak hogy tisztában van annak fejlődésével, történetével, de tudja és oktatja is, milyen hatást gyakorolt az az európai, szűkebb értelemben véve pedig a magyarországi alkotmányra. A stúdió vendége Képes György, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is köszönöm. Amerikát nagyon sok esetben tekintik etalonnak. Elmondható ez az alkotmány esetében is? Etalon az amerikai alkotmány? Az Egyesült Államok alkotmánya az első, legalábbis a közismertebb alkotmányok közül az első kartális alkotmány a világban. Most nem szeretnék belemenni abba, hogy történetileg valóban ez minősíthető-e az első ilyen alkotmánynak, de az biztos, hogy ez indította meg azt a folyamatot, kvázi egyfajta visszahatást az európai, a kontinentális alkotmányfejlődésben, hogy bizonyos alapvető kérdéseket alkotmánykartában, alkotmánylevélben szabályoznak. Korábban ez nem volt jellemző. De jó, hogy ezt mondja, miért, mi hívta életre, tehát mindokolta a szükségességet? Miért kellett ilyen alapvető dolgokat papírra vetni, mint hogy nem gyilkoljuk le egymást például? Az amerikai alkotmány a 18. századi jogfejlődés, mondhatni úgy is tágabb értelemben, hogy a felvilágosodás terméke, tehát alapvetően Európából induló, részben angol, részben kontinentális európai gondolatoknak a terméke. Természetesen vannak közvetlen előzményei a tengeren túlon, ugye a függetlenné váló észak-amerikai korábbi gyarmatok sorra fogadták el a saját alkotmányleveleiket. Alapvetően két szempont vezérelte őket, az egyik nyilván az elszakadása az angol anyaországtól, a koronától, és ennek megfelelően szabályozni szerették volna a saját belső, már több mint önkormányzatukat, ugye ezt korábban charterek valamilyen szinten rendezték, de már az önálló államéletüket, és emellett ugye a 18. századi részben francia, részben angol jogi gondolkodásnak megfelelően az állampolgári alapjogokat is, ugye az 1776-os virginiai alkotmány, illetve virginiai alapjogi nyilatkozat ilyen szempontból, ha lehet, egy még fontosabb, vagy még izgalmasabb ős forrása az alapjogok történetének és az alkotmány történetnek. Mennyiben több, vagy jobb, vagy kevesebb, vagy rosszabb az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya annál, mint ami január 1-e óta Magyarországon érvényben van? Nagyon nehéz összehasonlítani egy szövetségi államnak az alkotmányát egy klasszikus értelemben vett unitárius állam, nemzetállam alkotmányával, tehát nyilván bizonyos szempontból több, szabályoz olyan dolgokat is, olyan kérdéseket is, amelyeknek a szabályozása nem szükséges. Már ez az amerikai? Az amerikai, igen. Mondanak példát erre? Hát például a tagállamoknak az egymáshoz való viszonya, a tagállamok és a szövetségi állam viszonya, a szövetségi hatáskörök és ennek a körülhatárolása, úgynevezett negatív hatáskörök, tehát mi az, amit a szövetségi állam, szövetségi kongresszus nem tehet meg. Ezek nyilván sajátos kérdések voltak, amelyek 1787-ben ugye ott fölmerültek, mert azért tudni kell, hogy az amerikai alkotmány létrejöttének van egy közvetlen politikai előzménye, ez pedig az, hogy működésképtelen volt az a laza konföderáció, amely az 1776-os függetlenségi nyilatkozat után rögtön egy évvel egy ilyen tagállamközi megállapodásszerű dokumentum formájában elfogadásra került. Tehát elsősorban 1787-ben azért fogadtak el új alkotmányt, illetve alkotmányt, ez az első, amit így neveznek az Egyesült Államokban, és az utolsó, mert azóta is ez van hatályban, mert a szövetségi állam hatásköreit szerették volna szabályozni. Ilyen értelemben biztos, hogy több. Na most, ha magát az amerikai alkotmánynak az eredeti változatát nézzük, akkor persze sokkal kevesebb, hiszen az csak és kizárólag az alkotmányos hatáskörökkel foglalkozik, a különböző hatalmi ágak egymáshoz való viszonyával, jogköreivel, az alkotmány módosításának a szabályaival, tehát a szűkebb értelemben vett, mondjuk úgy, hogy régebbi
alkotmányfogalomnak megfelelő kérdésekkel. De rögtön 1791-ben hatályba lépett az első 10 úgynevezett kiegészítő cikkely, alkotmánymódosításnak is szokták nevezni, ez nem teljesen helyes kifejezés, hiszen ez éppen hogy kiegészíti, ugye ez foglalkozik az alapjogokkal, az amerikai, mondhatni a szövetségi állampolgárainak a jogaival. Nagyjából ezzel válik egységes egészé az Egyesült Államok alkotmánya. De hogy mennyiben több ennél a most jelenlegi alaptörvényünk, vagy kevesebb, ezt nagyon nehéz összehasonlítani, mert az amerikai alkotmányhoz igazából egyik európai alkotmány sem hasonlít, éppen a szövetségi jelleg miatt. Említette, hogy az amerikai alkotmány sok esetben rendelkezik olyanokról, amikről tulajdonképpen szükségtelen volna rendelkeznie. Mi az a határpont? Van-e egyáltalán ilyen határpont, ameddig egy alkotmánynak el kell, vagy el lehet mennie bizonyos részletkérdésekben? Igazából nincsen. Tehát bármi beleírható. Többféle alkotmánytípus létezik, tehát van egy olyan felfogás, mely szerint az alkotmánynak csak nagyon a kereteket kell megteremteni, egy viszonylag tág szabályozási keretrendszert, és azt majd vagy úgynevezett sarkalatos törvények, vagy akár egyszerűbb, tehát normál, rendben elfogadott törvények töltenek föl tartalommal, tehát hogy az alkotmány az csak egy keret. Bocsánat, hogy félbeszakítom, a magyar alkotmány ezt tulajdonképpen egy keretnek tekinthető? Ilyen értelemben igen, tehát jobban hasonlít a keretalkotmányokra, de ugyanakkor sok tekintetben meg nagyon részletes, tehát elég izgalmas. Nem mélyedtem el egyébként még a részleteiben, tudom, hogy már illett volna, lassan 2 hete hatályos, de amennyire így néhányszor átolvasva látom, bizonyos kérdéseket igen részletesen szabályoz, és vannak olyan kérdések, ahol pedig ezt a keretjellegű alkotmányfogalmat vagy alkotmánykoncepciót követi, hogy úgynevezett sarkalatos törvényekre vagy organikus törvényeknek is szokták nevezni máshol, bízza a további szabályozást. Az alkotmány akkor tulajdonképpen, hogyha részletekbe menően nem is rendelkezik, akkor tulajdonképpen egy presztízs kérdés, hogy legyen egy országnak? Ez is egy érdekes kérdés, ugye Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság viszonylag jól megvan kartális alkotmány nélkül. Azt mondhatjuk, hogy a II. Világháború után ez már egyedi jelenségnek nevezhető, tehát ilyen értelemben, ha elvonatkoztatunk ettől az egészen különleges, most már 800 éves, lassan 800 éves angol alkotmányos kontinuitástól, akkor mondhatjuk, hogy presztízs kérdés. De most külön nyithatnánk egy fejezetet a magyar alkotmánytörténetről, ugye nálunk 1949-ig egyáltalán nem volt kartális alkotmány. Ettől függetlenül voltak demokratikus korszakok, rövidebb, hosszabb korszakok, nyilván nem tökéletesen működőek, de azért mondjuk a dualizmus korában nagy részt jól működőek, kartális alkotmány nélkül. Tehát inkább azt mondanám, hogy a II. Világháború utáni európai kontinentális alkotmányfejlődésnek egyfajta presztízs kérdése, hogy legyen egy mindent szabályozó, tehát a hatalmi ágak szétválasztását, hatásköreit és az állampolgári alapjogokat is szabályozó alkotmánya. Az az érdekes, hogy maga az alaptörvényünk is alaptörvényünkben is benne foglaltatik, hogy ez tulajdonképpen a rendszerváltás végén az utolsó pont. Tehát, hogy ez zárja le azt az alkotmányt, ami eddig érvényben volt. Tehát a dolog szimbolikája itt érhető talán tetten, nem? Igen, szimbolikus szempontból biztos, hogy ez fontos. Tehát az egy nehezen megmagyarázható jelenség volt, hogy Magyarországnak, külföldi kollégákkal beszélgettünk is erről, és visszakérdeztek, hogy ez hogy lehet, hogy Magyarország alkotmányának az évszáma az 1949-es, és mindig azt válaszoltam, hogy ez szimbolikus értelemben valóban visszás. Ha jól tudom, akkor Észtország kivételével, de ott is talán 1922-es alkotmánylevelet léptették újra hatályba, de az összes kelet-európai, közép-kelet-európai országban új alkotmányt fogadtak el a 90-es évek elején. Tehát ez szimbolikus értelemben valószínűleg egy hiba volt.
A gyakorlati értelem az egy másik. Már a 49-es? Igen, hogy megmaradt a 49-es számozás, tehát ez egy ilyen támadási felület valószínűleg így értelmezhető, vagy így értékelhető, hogy ezt elfelejtették, vagy nem akarták, az akár azért, csak átsorszámozni. Az az érdekes, hogy az alkotmányról azt mondják, hogy akkor jó egy alkotmány, hogyha az ország állampolgárainak maradéktalanul szolgálja az érdeket. Azért törvényekről úgy beszélni, mint amik, vagy ami erre alkalmas, azért az valljuk be lehetetlenség. A törvényhozás, hogy kiterjed-e az alkotmányozásra, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt szokták mondani általában külföldi alkotmányjogászok, de Magyarországon is van egy elég markáns ilyen irányzat vagy felfogás, hogy az alkotmányozó hatalom az egy önálló hatalmi ág, nyilván nem azonos gyakorlati, mindennapi jelentőségű, mint a törvényhozás, a végrehajtó és mondjuk a bírói hatalom, de ez egy ettől elkülöníthető, ennél talán több jelentést hordozó, vagy magasabb szintű jelentést hordozó sajátos hatalmi ág, vagy hatalomgyakorlási forma. Pedig hát ehhez is csak kétharmad kell, és akkor azt mondom, hogy csak kétharmad. Hát nálunk ugye ehhez, az Egyesült Államokra visszatérve, ugye ott nagyon bonyolult az alkotmány módosításának, igazából kiegészítésének a szabályrendszere, ugye mindkét ház minősített többsége szükséges hozzá, ez önmagában még hasonló, de utána még a tagállamoknak ratifikálni kell. Nyilván ez egy szövetségi állam, tehát erről nem is érdemes összehasonlításképpen beszélni, de ha az európai államokat megnézzük, akkor rendszerint annál szigorúbb szabályokat szoktak alkalmazni, mint hogy egy parlament, mint egyfajta törvényt fogadja el az új alkotmányt. Főleg, hogyha az új alkotmány az valamiféle szakítást akar jelenteni a korábbi alkotmányossággal, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést hívnak össze, ugye erre az elmúlt évszázadokban több példa is van, a franciák kezdték még, vagy hát alkotmányozó nemzetgyűlésé nyilvánította magát annak idején ugye a korábbi rendi gyűlésnek egy része, még a 18. század végén, de hogyha most a közelmúltat nézzük, vagy a II. Világháború utáni európai alkotmányfejlődést, azért az elég gyakori szabály, hogy egy alkotmány elfogadása után feloszlatják a parlamentet, és az új parlamentnek ezt szintén jóvá kell hagynia, ugye e között van egy választás, az is gyakran előfordul, hogy népszavazásra bocsátják az új alkotmány, tehát... Most az Egyesült Államokról beszélünk? Nem, most kifejezetten Európáról beszélünk. Az Egyesült Államokban azért bonyolult az alkotmányozás, mert ott a tagállamoknak egyenként jóvá kell hagynia, minden tagállamnak van egy saját törvényhozása, és hát hogyha a tagállamoknak több mint háromnegyede, most ezt hadd ne számoljam ki 50 esetében, hogy ez mennyi, jóvá hagyta, csak akkor lép hatályba az alkotmány módosítás vagy kiegészítés. Említette a népszavazást. Van ebben ráció, hogy alkotmányjogi kérdésekben népszavazást írjanak ki mondjuk Magyarországon, hát maradjunk mégiscsak nálunk. Ilyenkor egy komplett alkotmányt kellene a választó vagy szavazópolgárok elé terjeszteni, és arról kéne szavazniuk, vagy az alkotmány egyes cikkelyeiről? Hát itt ugye két probléma van, az egyik, hogy nem kell, tehát nálunk nincs ilyen előírás. Teoretikusan hogy kellene. Hogyha azt mondják, hogy Vox Populi, mondd el a véleményed, akkor mi a helyes út, hogy egy komplett törvénytervezetet kap a nép, vagy bizonyos cikkelyekről kell elmondani, olyanokról esetleg, amik aggályosak, vagy nem tudom, tehát valamiféle vita tárgyát képezik. Abból a kiinduló pontból próbáljuk megnézni ezt a kérdést, hogy az alkotmányozó hatalom az túlmutat a parlament szuverenitásán, a parlament törvényhozó jogkörén, akkor a teljes alkotmánylevelet, nem Magyarországról beszélnek, hanem más országokról, nálunk ilyen nincs, ilyen szabály, lehetne vagy lehetett volna alkotni. Maga az alkotmány mondja ki, hogy a népfelség az, ami uralkodó Magyarországon. Igen, de ugye a parlamentarizmusnak van egy olyan felfogása is, hogy a népfelség az egy bizonyos időközönként a választásokon nyilvánul tehát meg. Tehát egy képviselettel ellátott népfelségről beszélünk. És onnantól a népképviseleti gyűlés ugye a parlament gyakorolja.
a nép által kapott felhatalmazás alapján. Tehát egy világért nem szeretném azt mondani, hogy ahogy az alaptörvény elfogadása megtörtént, az akár a magyar korábbi alkotmányos szabályokkal, akár az európai normákkal ellentétes lenne. Én csak arra utaltam, hogy az európai államok jelentős részében ennél szigorúbb szabályok vonatkoznak az alkotmány elfogadására. Minimálisan az, hogy a következő parlamentnek is jóvá kell hagynia, és ez ugye még mindig képviseleti elv. Én ízlésemnek leginkább a népszavazás felel meg, de ez egy magánvélemény, tehát ez nem jogi kötelezettség. Ezek az írott szabályok, de mi van az iratlanokkal? Van-e olyan, ami jogilag, hát nem is jogilag, mert ez megint írott szabálynak minősülne, de mondjuk morálisan, nem is ez a jó szó rá, de elvárható volna, hogy úgy történjen egy alkotmányozás? Mindenképpen az európai kultúrkörben, vagy általában, ahogy mondani szokták a nemzetközi jogászok, a civilizált államok értékrendjében vannak bizonyos alapvető normák, amelyeknek mindenképpen érvényesülniük kell. Ezek kvázi örökérvényűek, legalábbis amíg ez a civilizáció fennáll, ugye semmi nem örökérvényű. A másik pedig, hogy vannak nemzetközi kötelezettségek, amelyeknek mindenképpen érvényesülniük kell nemzetközi egyezményekben. Mondok egy példát, sokszor alkalmazom ezt a példát így magánviták során. Majdnem mindenki, hogyha magába néz, van olyan extrém eset, amikor el tudná fogadni a halálbüntetést, ugye? Hát mindig a személyes érintettség. Ha más nem a személyes érintettség, vagy az ismeretségi körben egy szörnyű bűncselekmény történik, akkor az ember, ha kilép a jogászi énjéből, akkor azt mondja, hogy na most az egyszer azért ezt ki kell végezni. És egyébként, bocsánat, számos egyéb ilyen ügy is van, ami például egyébként hatályosan szabályozott, engedett, például az abortusz, ott is ugye nagyon sok ellenzőtől lehet hallani, hogy na jó, igen, de hogyha mondjuk én lennék érintve ebben a helyzetben, akkor lehet, hogy máshogyan döntenék. Így van, tehát el kell különíteni a jogot, a joguralmát, a jogelveknek az uralmát és a magánvéleményt. Ez nyilvánvaló. De én arra szerettem volna elsősorban utalni, hogy mondjuk ha egy nemzetközi egyezmény, amelynek Magyarország részese, megtiltja a halálbüntetés alkalmazását, akkor ez magasabb szintű, mint az adott tagállamnak az alkotmánya. Tehát hiába vannak olyan adott esetben jó szándékú vagy emberileg érthető igények, és lehet, hogy ezt egy népszavazás 100% vagy 90%-os többséggel jóvá is hagyná, hogy extrém esetekben nem tudom hány jogorvoslati fórum után, kimerítése után lehessen halállal büntetni bizonyos bűncselekményeket. Nem lehet, mert a nemzetközi jog, aminek Magyarország a része, ezt kizárja. Tehát bizony vannak olyan, vagy mondok egy másik példát, ez már egy kicsit aktuálisabb, és nekem ez egy fájó pont mindenféle politikai véleménynyilvánítás nélkül, hogy mi annak idején azt tanultuk, és szerintem így is van, hogy törvény visszamenőleges hatállyal kötelezettséget nem állapíthat meg, és nem tehet terhesebbé. Hiába ért mindenki egyet, vagy majdnem mindenki egyet azzal, hogy vegyünk el gazdagoktól pénzt, vagy adóztassuk meg visszamenőlegesen a, nem is tudom, hogy nevezték, pofátlanul szerzett jövedelmeket, nem lehet. Hát visszamenőleges hatályt írni az alkotmányba, ezt akkor is tiltja a nemzetközi jog, tiltja az Európai Unió szintén magasabb szintű jogrendje, ugye az úgynevezett elsődleges jog, tehát bizonyos kérdésekben még az alkotmányozó hatalom is korlátozott, mindaddig, amíg részesei vagyunk egy ilyen nemzetközi intézményrendszernek. Az is egy opció persze, hogy nem lesz. Világos, hát 2004. május 1-ével vállalva bizonyos előnyöket, lemondtunk bizonyos szuverenitásról. És ez a válasz arra, amikor valaki szintén emberileg érthetően fel van háborodva azon, hogy mondjuk egy Európai Uniós tisztviselő, vagy egy Európai Uniós intézmény vezetője bizonyos dolgokat számon kér. Megteheti, mert ezt vállaltuk. Egyébként még népszavazás is megerősítette. Itt két lehetőség van, vagy egyezkedni és elfogadni, hogy bizonyos normáknak nem lehet ellenszegülni, nem lehet azzal ellentétes szabályt alkotni. Hangsúlyozom, nem tudom, hogy van-e ilyen, mert ezt a bizonyos visszamenőleges hatályú
jogszabályt végül megsemmisítette az Alkotmánybíróság, de biztos van néhány kérdés, ami most vitás. De az jelenleg nem lehetőség, amit hát azért csak nagyon kevesen emlegetnek, hála Istennek, hogy ne tartsuk magunkra nézve, ne tekintsük magunkra nézve kötelezőknek ezeket a normákat, mert akkor szakítani kell. Tehát akkor ezt a szuverenitás feladást, ezt semmisnek kell tekinteni, és ugye ennek egy útja van, a kilépés. Hát ebbe bele sem gondolok. Van egy a mai valóságtól meglehetősen elrugaszkodott kérdésem, nem tudom nem föltenni. Elképzelhetőnek tart egy olyan uniót, mint ami az Egyesült Államokban megvalósult, Egyesült Államok néven fut, ugye? Ez Európai Unióban közös alkotmánya, úgyhogy a nemzetek lemondanak a saját alkotmányaikról. Ugye Lengyelország pedzegeti, hogy föderációban kéne működni például. Személy szerint igen. Meg kell nézni, hogy az Európai Unió a jelen formájában mennyire működőképes. Ugye az Európai Unió, még amíg nem uniónak nevezték az első évtizedekben, szerintem kiválóan működött, mint egy vámunió, egy gazdasági, annál azért egy kicsit több, egy gazdasági közösség. Alapvetően kereskedelmi, versenyügyi, gazdasági kérdéseket szabályozott. Amióta Európai Unió van, ugye a Maastrichti szerződés, hát most már ez is lassan 20 év, azóta egy ilyen hibrid állapotban van, tehát olyan kérdésekben adták fel a szuverenitásukat a tagállamok, amelyekben úgy gondolják, hogy nem kellett volna, vagy úgy értelmezik, hogy nem is adták fel. Az Egyesült Államok egy sokkal tisztább helyzet. Ugye ott van egy szövetségi állam, a szövetségi államnak az intézményei abszolút legitimek, tehát nem merül föl, hogy mondjuk egy amerikai bizottság, hogyha az Európai Bizottságnak a nem létező analógiáját keressük, hogy azt kiválasztotta, azok hivatalnokok, azokat delegálták, nincs demokratikus legitimációjuk. Ez nem merül föl az Egyesült Államokban. Ott van egy szövetségi állam, van egy szövetségi kongresszus, amit ráadásul két évente a szenátus részben, de a képviselőházat két évente újra választják, a nép választja a szövetségi elnököt, a bíróságot az elnök nevezi ki, az egy teljesen sajátos hatalmi ág az Egyesült Államokban, ne is menjünk ebbe bele, de ott nem merül föl probléma abban, hogyha valamit a szövetség szabályoz. A szövetségi alkotmány elmondja, hogy melyek azok a tárgykörök, ahol a szövetségi kongresszusnak joga van döntést hozni, ezt megteszi, onnantól a tagállamokra ez kötelező. Ha konfliktus van, ha úgy érzik, hogy túllépte a hatáskörét a kongresszus, akkor ott vannak a bíróságok, végső soron a legfelsőbb bíróság, és majd eldönti, de ez egy jogi kérdés. Legitimációs kérdés az nincs. Európában van. Tehát én nekem a legnagyobb problémám ez a demokrácia deficit, amin próbálnak segíteni, ugye egyre demokratikusabbnak tűnik az Európai Unió, de hát legyünk őszinték, az Európai Parlament egy meglehetősen súlytalan intézmény, nagyon konkrét döntéshozatali joga nincs, az Európai Bizottság pedig egy nem demokratikusan választott, vagy csak nagyon közvetetten tetten érhető a demokratizmus a választásában, ahogy létrejön. Ha átalakulna Egyesült Államokká, és az európai polgárok választanák valóban az Európai Parlamentet, nem csak úgy, mint most, hanem ennek valós törvényhozó hatáskörei lennének, és lenne egy ennek felelős parlamentarizmusnak megfelelő európai kormány, akkor ez valószínűleg kevésbé lenne megkérdőjelezhető. Most sokan azért támadják az EU-t, mert egy bürokratikus rendszernek tartják, aminek nincs köze a demokráciához, és sokan sérelmezik, hogy európai bürokraták úgymond szembe mennek a tagállamok demokratikus intézményeivel. Ezt a méregfogat lehet neki húzni, de ezt nagyon sokan mondogatják. Én erről írtam a szakdolgozatomat szakjogászképzésen. Nem lesz könnyű megoldani, mert itt nagyon komoly, azért mondjuk ki, nemzetállami érdekek vannak. Nem minden európai államban lenne elfogadható
egy ilyen szövetségi állam. Távoli jövő sok-sok lemondáson. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is. A Beszélgetés Plusz látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.